Egy fiatal srác vagyok. Hónapokkal ezelőtt egy nehéz időszakomat éltem. Sokszor nyugtalan voltam, ezen gyakran egy kis éjszakai vezetés segített. Mindig megnyugtatott. Időnként a folyópartra is kiültem, és csak voltam. Ezen az éjszakán is ugyanez volt a program. A folyó közelében van egy parkoló. Nappal tele szokott lenni, de esteledés után mindig üres volt. Az volt a tervem, hogy ott megállok, és hangosan fogom hallgatni a chilles playlistemet. Mindenkitől távol van ez a hely, szóval senkit sem zavarhattam volna. Az út egy kisebb ösvényen vezet tovább. Itt szörnyű volt vezetni. Maximum 20 km/h mertem menni. Az autóm rázkódott, de még így is megérte nekem. Vigyáztam a kocsimra, nem lett baja. Már sokszor voltam itt. Olyan 5 percet kellett ezen a rossz ösvényen vezetnem. Ezután a parkolóba jutottam. Arra számítottam, hogy teljesen üres lesz, de olyan 5 kocsi állhatott a folyóval szemben. Egy piros jármű pedig háttal. Szokatlan volt. Nem tudtam, hogy miért vannak itt. Hajnali 2 volt. Ilyen még sosem történt velem. Kicsit gondolkoztam, de végül úgy döntöttem, hogy én is megállok. A többi kocsiban azt hittem, hogy nincsenek emberek. A lámpák le voltak kapcsolva. Lehet, hogy már máshol nem volt helyük. Mindenképp meg akartam magamnak magyarázni a helyzetet, hogy nyugodt legyek. Csend volt és sötét. Én bekapcsoltam a zenét, hátradőltem, és elkezdődött a várva várt pillanat, amikor semmit sem csinálok. Csak ülök és bámulok a semmibe. 20 percen át semmi sem történt. Majd az egyik kocsi lámpái bekapcsoltak, majd a következőé, és így tovább. Egymás után elhajtottak. Mindvégig a járműben voltak. Nem tudtam elképzelni, hogy mit csinálhattak itt kint ilyen későn. A piros autó még mindig ott volt. Féltem, hogy abban is ül valaki, ezért én is el akartam menni. Mielőtt még elindultam volna, a piros kocsi bekapcsolta a lámpáit. Olyan erős volt, hogy alig láttam, hogy mit csinálok. Nagy nehezen megfordultam, és hazaindultam. Ahhoz a rossz úthoz jutottam. A mögöttem levő piros autó követett. Én 20-szal mentem, de mögöttem legalább 50-nel jöhettek. Ekkor már sejtettem, hogy ez az egész nem lehet egy véletlen. Már álmos voltam, de ez az izgalom jobban felébresztett, mint egy energiaital. Nem akartam megtudni, hogy mi fog történni, ha utolérnek, ezért én is felgyorsítottam. Mögöttem is ugyanezt tették. 60-nal mentem azon a szörnyű úton. Már tudtam, hogy egyenesen mehetek az autószerelőhöz. Rossz volt hallani azokat a hangokat, amiket a kocsim adott ki. Nem tudtam lerázni azt a fickót. Pánikoltam, majd még jobban rátopostam a gázra, hát ha ez segíteni fog. Csoda, hogy az úton maradtam, és nem repültem neki az egyik fának. Sikeresen kiértem a főútra, ahol kicsit megnyugodtam. Még mindig követtek, de már tudtam, hogy itt jobb helyzetben vagyok. Azért az erdő közepén sokkal veszélyesebb lett volna, ha elkapnak. Gyorsan ki kellett találnom valamit. Egy kanyar közeledett. Elég éles kanyar. Tudtam, hogy ott is le lehet térni egy kis ösvényre. Ha ügyes vagyok, nem veszi észre, hogy letértem, és ő tovább fog hajtani a főúton. Ez volt a tervem. Kanyarhoz közeledve még jobban felgyorsítottam. Már nem is tudom, hogy mennyivel mentem. Csak pár méter választott el attól a kis ösvénytől. Szinte bedriftáltam. És szerencsére a piros járműsofőre nem vett észre. Ő tovább ment. Egy ideig vártam, majd elindultam az ellenkező irányba. Nem akartam megkockáztatni, hogy összefussak vele. Egy kis kerülővel, de hazajutottam. A lényeg, hogy nem esett bajom. Hát ez az éjszaka egyáltalán nem nyugtatott meg engem. A hobbim azóta még mindig megmaradt, és ha ideges vagyok, oda szoktam kijárni, de azóta nem láttam őket. Nem tudom, hogy mit akarhattak, vagy mit csináltak. Mi történt volna, ha nem hajtok el, és ott maradok? Egyáltalán mi történt volna, ha utolért volna a piros autó? Örülök, hogy nem tudom ezekre a kérdésekre a választ. 18 évesen már külön éltem a szüleimtől. Egyetemre jártam, de körülbelül havonta hazamentem. Sok mindenem volt ott, és igazából a szüleim is hiányoztak. 90 percet kellett ilyenkor vezetnem. Nem sok, és még élveztem is. Este kevesebben voltak az utakon, ezért legszívesebben olyankor jártam. Hamarabb nem is nagyon mehettem volna, mert késő délutánig voltak az óráim. Általában csak egy napra érkeztem, mert a suli mellett még dolgoztam is. Szerettem vezetni, de ez az élmény mindent megváltoztatott. Azóta, amikor kocsiba ülök, nyugtalan vagyok.
Szerintem meg fogjátok érteni, hogy miért. Egy életre szóló trauma volt. Szóval, besötétedett, és a semmi közepén voltam. Mellettem mindkét oldalról erdő. Egyszer csak egy erős fény elvakított. Pár másodperc telt el, majd ismét bevakított engem. Nem tudtam, hogy mi lehet ez. Egyértelműen valamilyen figyelmeztetés, hogy valami van előttem. Nem akartam balesetet okozni, ezért lelassítottam, hogy óvatosabban folytassam az utat. Ekkor még nem láttam, hogy mi lehet az. A fényforrás távolról jött, de egyre közelebb értem hozzá. Egy embert vettem észre, az úton állt. Aztán jobban megfigyeltem, és ez nem csak egy ember volt. Sokan álltak az úton. Szándékosan egymás mellett, hogy ne férjek el. Csak 100 méter választott el tőlük. Nem volt sok időm döntést hozni, hogy mit tegyek. Az agyam pörgött, és 1000 gondolat futott át. Olyan volt, mint amikor egyes aktivisták elállják az utat. Természetesen ez valószínűtlen volt, mivel senki sem járt erre, és senki sem vette volna észre, hogy mit akarnak, vagy mit képviselnek. A következő ötletem az volt, hogy bűnözők. Jobban belegondoltam. A semmi közepén vagyok, már beesteledett. Egy tökéletes alkalom arra, hogy olyat tegyenek, aminek nem lesz szemtanúja. Hallottam hasonló történetekről. Nem akartam egy ilyen sztori főszereplője lenni. Ahogy közelebb értem, észrevettem, hogy kettőjük kezében baseballütő van. A szélső férfi egy zseblámpát tartott a kezében. Ő vakíthatott el engem. Nem volt nagyon sok opcióm. Pontosan 2. Az egyik, hogy még jobban lelassítok, óvatosan elhajtok mellettük, hogy senkinek se essen baja, de közben ott az esély, hogy a baseballütőkkel betörik az ablakot és rám támadnak. A másik lehetőség az volt, hogy rátaposok a gázra, és csak reménykedem, hogy nem ütök el senkit. Igazából nem kellett sokat gondolkoznom, hogy melyiket válasszam. Szinte rögtön rátapostam a gázra. Tudtam, hogy ha egy kis esélyt is adok nekik arra, hogy kiraboljanak, ők kihasználják. Kicsit fura volt vezetni. A kerekem nem volt rendben. Mintha kavicsos úton mentem volna, pedig tudtam, hogy az út jól meg van csinálva. Az egyik legsimább a városban. Imádkoztam, hogy ne történjen semmi baj. Nem volt kedvem 18 évesen bíróságra járni, amiatt, hogy elütöttem valakit. Összeszorítottam a fogam, és felgyorsítottam. Szerencsére a két srác, aki az utamban állt, elugrott. Persze, csak az utolsó pillanatban. Biztos azt remélték, hogy meggondolom magam és megállok. A visszapillantóból láttam, hogy rögtön megfordultak, és felém futottak. Semmi esélyük nem volt, hogy utolérjenek, mégis sprinteltek az autóm után. Baseballütőkkel a kezükben egy eléggé hátborzongató látvány volt. Remegtem, és folyamatosan azon gondolkoztam, hogy mi történt volna, ha megálltam volna. Nem tudtam koncentrálni, de szerencsére gond nélkül lehagytam őket, és már a visszapillantóból sem láttam ezeket az embereket. A rádiót is bekapcsoltam, hogy egy kicsit eltereljem a figyelmem. Biztonságban hazaértem. Aztán, amikor beparkoltam, megvizsgáltam a kerekeket, amik szögekkel voltak kiukasztva. Még mindig benne álltak. Nem csodálkozom, hogy fura volt így vezetni. Biztos, hogy ők helyezték az útra. A szüleimnek inkább nem mondtam el, hogy mi történt. Nem akartam őket ezzel terhelni. A rendőrségen sem jelentettem az esetet. A barátaim azt állítják, hogy ez csak egy buta szórakozás volt a részükről. Biztos csak meg akartak ijeszteni. Én tudom, hogy mit akartak, és az nem csak a félálmám. Felnőtt emberek voltak az éjszaka közepén. Nem hiszem, hogy csak unaloműzésképp mentek ki az útra. Azóta nem szeretek vezetni. Egy elhagyatottabb városban élek. Az elmúlt években semmi érdekes sem történt a környéken. A legközelebbi nagy városban él az édesanyám. Én is ott születtem, de nekem túl zsúfolt volt. Szerettem a nyugalmat. Ez egy olyan nap volt, amikor meglátogattam az anyukámat. Mindig is féltem az odavezető úton. A főút általában nagyon lassú, szinte mindig dugóban kell állni, általában baleset miatt. Van egy kevésbé ismert útvonal, ami egy kerülővel visz a városba, de mégis gyorsabb. Alig van kivilágítva, és rettentően ijesztő. Errefele csak egy ház van. Szóval, tavaly tavasszal egy családi vacsorát akartunk tartani. Mindenki az anyámhoz ment, hogy együtt tegyünk, mint régen. Amikor elindultam, már beesteledett. Nem igazán szerettem vezetni.
Fáradt voltam, és másnap korán kellett munkába mennem. Gyorsan vezettem, hogy mi hamarabb ott legyek. Elértem az erdőhöz, ami egy gyalogútra emlékeztet. Itt egy lámpa sem volt, amit egyáltalán nem értek. Pont ide kellene tenni egyet, mert az erdőből bármikor kifuthat egy állat. Nyugodtan vezettem, amikor észrevettem valami fehér dolgot az úton. Először azt hittem, hogy egy tárgy, amit valaki otthagyott, hogy nagyon poénosan errefelé is gátolja a forgalmat. Nagy volt, és az út közepén láttam. Közelebb értem, és ekkor vettem észre, hogy ez nem egy tárgy. Ez egy hölgy. Fehér ruhája volt, és piros kalapja. Engem nézett, és nem úgy tűnt, mint aki valamit keres. Szándékosan állt az út közepén. Minél közelebb jutottam hozzá, annál jobban féltem. Szerintem 60 éves lehetett. Szemüveget viselt. Imádkoztam, hogy ne csináljon butaságot. Nem akartam elütni. Amikor mellette voltam, ugrálni kezdett. Azt hittem, hogy be fog ugrani, de szerencsére nem így lett. Nem tudtam, hogy mi volt ezzel a célja. Akkoriban sok legendát olvastam, és meg voltam győződve, hogy ez egy Skinwalker volt. Szinte biztos voltam benne, hogy nem egy ember. Nem bírtam feldolgozni, hogy mit tapasztaltam. Időnként hátranéztem, hogy egyedül vagyok-e az autómban. Nem, hogy beteleportál. Kicsit felgyorsítottam, hogy már ne legyek ilyen sokáig az utakon. Aznap nagyon meleg volt, mégis fázni kezdtem az élmény után. Amikor bementem az anyám házába, a testvérem már ott volt. Egy nőről mesélt. Füleltem, és kiderült, hogy ugyanazon az útvonalon jött, mint én, és ugyanazt a nőt látta. Hasonlóan reagált nála is. Szintén ugrálni kezdett, de neki kiabált valamit. Mindketten rettegni kezdtünk. Reméltük, hogy nem átkozott meg minket. Hiszünk az ilyenekben, és nagyon bobonások vagyunk. Egy kis keresés után gyorsan megtaláltam, hogy ez a nő az erdőben él. Régebben a közelben lakott. Az egyik napon az apja nagyon lebetegedett. A hölgy el akarta vinni a kórházba, de már késő volt. A kocsiban távozott a férfi. A nőt ezt annyira megviselte, hogy megőrült. Nem járt munkába, az albérletet nem tudta fizetni, ezért kidobták őt. Azóta az erdő az otthona. Időnként elhaladok azon az úton, de már soha nem láttam. Remélem, hogy rendben van. Így, hogy megtudtam, hogy mi ment keresztül, megsajnáltam őt. 2017-ben a barátnőm anyukájához utaztunk. Ő Dél-Koreában él, pontosabban Szöulban. Mindig is a nagyvárosokat szerette, és Szöulra esett a választás. Mi Amerikában élünk, egy kisebb faluban. Nem bírnánk ennyi ember között lakni. De pár hétre jól esett ez a kis változás. Ritkán járunk hozzá, gondolom érthető ilyen távolság mellett, hogy miért. Hogy spóroljunk, nála aludtunk. Egy nagy lakása van, szóval nem volt probléma. Az egyik napon elhatároztuk a barátnőmmel, hogy randizni indulunk. Egy vacsorára hívtam meg a párom. Én amerikai vagyok, a barátnőm pedig koreai. Nem ismerem annyira az itteni konyhát, ezért rábíztam magam. Állítólag egy jobb étterem van a külvárosban. Ide akartunk menni. 40 percet kellett vezetnünk, hogy eljussunk oda. Az út élvezhető volt, mert az anyósomnak rettentően jó autója van. Minden egyes perc élmény volt. Már 20 perccel lehettünk az úton. A semmi közepén voltunk. Ezen a helyen nem voltak házak. A barátnőm valamit észrevett az út mellett. Hirtelen arra gondoltunk, hogy egy állat, majd amikor közelebb értünk, rájöttünk, hogy egy ember áll a bokorban. Integetett. Azt jelezte, hogy álljunk meg. Sejtettük, hogy valami baja lehet. A párom jó lelkű és gondolkozás nélkül lelassított, majd megállt. A férfi pánikolva mondta, hogy mi történt. Koreaiul beszélt, ezért nem értettem, de tényleg álszörnyedve mondta azt, amit mondott. Később kiderült, hogy azt a sztorit akarta bemesélni nekünk, hogy túrázni indult, de eltévedt. Arra kért minket, hogy vigyük el a közeli busz megállóba, és onnan már hazajut. Ahogy már említettem, a párom egy aranyember. Rögtön beleegyezett. Már nyitotta volna az ajtót, amikor észrevettük, hogy nincs egyedül. A sötét bokrokban még két ember volt. Rögtön tudtuk, hogy nagy a baj. Én semmit sem értettem, de én is felfogtam, hogy problémába keveredtünk. Megpróbáltuk eljátszani, hogy semmit sem láttunk.
A pasi szerintem sejtette, hogy tudunk a másik két emberről, mert totál elvörösödött. Lebukott, de ezt nem akartuk vele tudatni. Mielőtt még bármit is mondhatott volna, kibeszéltük magunkat, hogy változott a program, és sürgősen haza kell mennünk. Elnézést kértünk tőle, majd elhajtottunk. Csalódott volt, de semmit sem tett. Nyugodt maradt. Nem akartunk sokáig tétovázni. Gyorsan elhajtottunk, útközben átbeszéltük az egészet. A visszapillantóból láttuk, hogy a két férfi kisétált a bokorból, majd csatlakozott ahhoz, aki leállított minket. Tudtuk, hogy jól döntöttünk. A randira aztán elmentünk, megvacsoráztunk, és mindvégig az járt a fejünkben, hogy vajon mit akarhattak tőlünk. Dél-Korea biztonságos. Ritkán történnek itt ilyen dolgok. Ez igazán meglepett minket. Egy héttel később az anyósom egy olyan cikket talált, amiben eltűnt emberekről írtak. Pont azon az úton nyoma veszett két fiatalnak. Több információt nem tudnak az esetről. De legbelül sejtem, hogy ők állnak a két ember eltűnése mögött. Azóta nem voltunk Koreában. Idén tervezünk menni. Remélem, hogy nem tapasztalunk hasonlót.